Tavaly az összes skandallót elkezdték átdolgozni a Walker Kft-nél, hogy azonos alkatrészek legyenek használhatók hozzájuk. Ezt az újdonságot azonban a külföldi partnerekkel is el kell fogadtatniuk. Németországban már sikerült, még Anglia és Dánia van hátra. Árulta el Tóth István, a cég ügyvezető igazgatója, aki a közelmúltban történt nagyívű fejlesztésről is szótejtett. Mint egy 1 milliárd forint pályázati támogatást nyertek egy okos csarnok létrehozására. Megépítettük a csarnokot, a héten meg fog érkezni a két utolsó gép is, ami még hiányzik. Szerintem május végére már mindegyik gépet be tudjuk üzemeltetni, és úgymond el tudjuk indítani az okos csarnokot, aminek az a lényege, hogy mind a korábbi időszakban, ugye van sok műhely, és mindegyik műhelyben más technológiát végeztünk. Most ezt az összeset összevontuk egy csarnokban, és az okos csarnokban fog az megvalósulni, hogy... Bevisszük a lemezt, és egy kész tűztereket fogunk kiszállítani a, a csarnokban. Az is kiderült, jelenleg 250 fő dolgozik a cégnél, és további 250-300 fő beszállítójuk van. Erre vonatkozóan azonban Tóth István elmondta, bővítést nem, de átképzést terveznek, már csak az új gépek miatt is. Arra kell törekedni, hogy akinek nem volt szakképesítése, adokat, hogy tudjuk átképezni ezekre a CNC gépeknek a kezelésére, működtetésére. Hát szintén pályázat segítségével egy 24 milliós forintos szám, százalékos támogatságú képzési pályázatot adtunk be, ami szintén megnyertünk, és most ezeknek a képzéseknek a folyamata van történik meg, ez a dolgozóktól kezdve egészen a felső vezeték, vezetőkig történik a képzés. Ezen kívül tervezik a szociális helyiség rekonstrukcióját is és további raktárak építését. Tóth István azt is elárulta, hamarosan átadja az ügyvezetői feladatokat. Hogy kinek és miért született meg ez a döntés, azt kiderül a ma esti hírextrából, a híradó után.